Igen, én nem az első alkalomra nem emlékszem, de mivel nagyon sok estét és éjszakát töltöttünk együtt a Fiatal Művészek Klubjában, tehát én elsősorban arra emlékszem, hogy ott sokszor beszélgettünk, és hát én tulajdonképpen ott kezdtem ismerkedni a budapesti művészeti szcénával, vagy oda jártam tulajdonképpen bulizni is, meg kiállításokra, vetítésekre, előadásokra 80-as évek elejétől, és a Gyuri nagyon sokat volt ott, és nem csak ő, hanem a Juli is. És az egy ilyen nagyon stabil kép bennem, hogy a pult végében áll, volt egy ilyen stabil helye, és mindig ott állt a pult végében. És ő egy ilyen biztos pont volt, szóval az FMK sokszor, főleg éjszaka már, vagy hajnal felé elég el tudott vadulni. De valahogy ő hozzá biztos úgy mentem oda, hogy akkor tudunk, nem tudom, normálisan beszélgetni, ami persze nagyon izgalmas is lehetett, de egy olyan stabil pont volt számomra, a Julival együtt, aki már egy fantasztikusan kedves lány volt. Azt azért el kell mondani, hogy ők már jóval korábban benne voltak a magyarországi művészeti életben, ezt természetesen tudtam, tehát hogy ő hozzám képest nem is nagy öregnek számított, de minden esetre sokkal tapasztaltabb volt, ismerte a művészeket. Ugye ő már azt hiszem a 60-as évektől kezdve részt vett művészeti eseményeken, és dokumentált is, és aktív volt, és ezért sok mindent lehetett tőle tanulni. Az FMK-nak is, és neki is az mindenképpen egy fontos szerepe volt az én életemben legalábbis, hogy én úgy lettem mondjuk ilyen íróféle, hogy nem csak írókkal találkoztam, tehát nem egy ilyen, mondjuk egy ilyen szervezeten keresztül ismertem meg a többi írót, és akkor csak oda jártam, hanem én valahogy úgy léptem be hogy az irodalomba, hogy egyszer sem a művészeti életbe is, tehát hogy nagyon sok képzőművésszel, zenésszel, filmessel, színházassal találkoztam ott az FMK-ban, és hát a Gyuri maga személyében is ezt erősítette, ezt a művészetek közötti ilyen átjárhatóság, tehát ez tulajdonképpen ott ragadt rám, és némiképpen nyilván az ő hatására is, hogy ne skatujázzam be magam kizárólagosan írónak, aki csak az irodalom ügyeivel foglalkozik, és csak a többi írót olvassa, és a műveit csak irodalomként képzelje. Olyannyira, hogy az első néhány könyvem, azben látszik is, hogy kísérletet teszek arra, hogy valamiképpen nem képzőművészeti, tehát a képzőművészetet is bevonjam ebbe a nyelvi térbe, amit egy könyv jelent. És hát azért az pedig egy nagyon nagy dolog, és hát ezt mindenképp el kell mondanom, és most is nagyon köszönöm a Gyurinak, hogy az első könyvemet azt ő illusztrálta. Tehát mikor úgy alakult, hogy megjelenhet az első könyvem, számomra is nagy meglepetés volt, hogy erre egyáltalán lehetőség nyílott, akkor tulajdonképpen kézenfekvő volt, hogy hozzáfordulok segítségére. Azt szerettem volna, hogyha nem csak betűk vannak ebben a könyvben, hanem képek is. És akkor emlékszem, hogy találkoztunk, vittem neki fotókat, próbáltuk kitalálni, hogy ez hogy nézzen ki, és akkor tulajdonképpen ennek az első könyvnek, nem tudom, hogy mutassam-e, tehát ennek az első könyvemnek, ami 85-ben jelent meg, és Plastika címe, ennek Galántai Gyuri volt a képanyagának az összeállítója, illetve a tervezője. Sok több kép is van, biztos ott ez megtekinthető ugye az Artpoolba. Tehát ők ketten nekem nagyon, nagyon rokonszenves emberek voltak, és tulajdonképpen ott abban a nagyon ilyen fortyogós világban, ami az FMK jelentett, ők valamiféle egy ilyen morális szempontból egy ilyen sziklát képeztek, vagy hogy mondjam, tehát hogy ő, szóval azt lehet tudni, hogy ők kőkemények, tehát hogy ott nincs kecmec,
nagyon bátrak voltak, már egy hatalommal szemben, ezt mindenki tudta, és hát szóval nagyon-nagyon örülök, hogy ismerem őket. Ami még érdekes lehet, hogy ugye ők már akkor elkezdték ezt a gyűjtő munkát, amit én akkor különösebben nem, hát értékeltem természetesen, és fontosnak tartottam, de nem, de az, hogy ennek micsoda jelentőség, mert ezt ma értem meg igazán, 20-30 évvel később, akkor láttam, hogy ez egy irdatlan munka, és hogy a lakásuk az így dugig van, mindenféle dossziéval, és ilyen iratokkal, és feldolgozásra váró dokumentációval, és ezért láttam, hogy ez egy heroikus küzdelem, de nem láttam a végét. És tulajdonképpen most van az a pillanat, hogy most viszont látom, hogy ez mennyire fontos, mert valószínűleg a 80-as évek, ha valaki 80-as évekről például gondolkozni próbál, és én most pont egy ilyen könyvet akarok írni, akkor megkerülhetetlen az átpótgyűjtemény szerintem. Tehát ezt így utólag ezért is hála és köszönet. És akkor még utoljára még egy teljesen aktuális dolog. Két héttel ezelőtt kaptam egy ilyen hírlevelet e-mailben, és akkor ott láttam, hogy valami 80-as évben valamilyen az egyik link egy ilyen irodalmi rendezvényről szól, ahol úgy rémlett, hogy én is felolvastam, kinyitottam, kiderült, hogy egy ügynöki jelentés, amiben egy egész bekezdés szól rólam, és ez egy nagyon bizarr és vicces időutazás volt. Most elolvasva ezt a egészen különös nyelvezeten írott jelentést, ahol részletesen elmeséljük, hogy én mit műveltem ott felolvasás gyanánt. Hát ez például nem biztos, hogy eljutott volna hozzám az Árpool nélkül, és anélkül, hogy ne lennék rajta a levelező listán, és ne létezne ez a gyűjtemény, mert én kikértem a történeti hivataltól az irataimat, de ez például nem volt benne, de valószínűleg azóta bukkant elő. Tehát nagyon, nagyon hálás vagyok a Gyuriéknak azért, amit tettek ebben az időben, és jó egészséget kívánok neki és a családjának.